gyorsan átalakult a keret. Hogyan sikerült a hol szezon? Igen, igazad van, átalakult a keret, sok személyváltozás történt. Amit a munkát terveztünk, azt elvégeztük, azt nem mondhatom, hogy kész van a csapat, mert ez egy hosszabb idő lesz ennyi új játékosnál, meg ennyi változásnál, de azt hiszem, hogy amit mondtam is, hogy amilyen munkát elterveztünk, azt elvégeztük, és azt gondolom, hogy kész állunk a bajnoki rajtra. Hogyan sikerültek a felkészülési mérkőzések? A főpróbán ugye győzelem sikerült. Igen, a főpróbán azért felemás volt, a végére győzelem lett, de az első fél időben nagyon rosszul játszottunk, és nagyon nem tetszett, amit láttam. A felkészülési mérkőzések felemások voltak, de mindig voltak célok, mindig voltak külön feladatok, mindig voltak különböző összeállítások, hogy páros kapcsolatokba, csoportos kapcsolatokba kicsit összeszokjon a társaság. A végére én is már nagyobb képet láttam arról, hogy melyik lesz talán a legerősebb összeállítás, mikor, milyen ellenféllel szemben, mikor tudunk majd jól kézlabdázni. Majd meglátjuk, ugye majd eldől a hétvégén, hogyha sikeres lesz a bajnoki rajt, akkor azt mondhatjuk, hogy a felkészülés meccsek elérték célját. Mennyire könnyű egy ennyire fiatal csapattal együtt dolgozni? Ez kettő szerintem. Olyan szempontból könnyű, hogy amellett, hogy fiatal ez a társaság, nagyon motivált, ambíciózus, és jól is lehet dolgozni a fiatal játékosokkal, mert szeretnének még fejlődni és többek lenni. A negatív oldal, hogy a fiatalsággal azért együtt jár a hullámzó teljesítmény, és nem annyira egyenletes, mint mondjuk egy idősebb játékosnál, de én abban bízom, hogy a bajnokság során ez lesz az egyik erényünk, hogy folyamatosan tudunk majd fejlődni a kisebb hullámzások mellett. Ugye távozott a csapatból Kucora Csenge, az ő hiányát mennyire nehéz lesz betölteni? Ez egy új éra lesz így a mi életünkben. A Csenge nagyon meghatározó játékos volt, nagyon jó játékos, nagyon sokat köszönhet a csapat is, a Csengének, Csenge is a csapatnak szerintem. Egy az egyben nem lehet őt pótolni, nem is ez volt a célunk az igazolásokkor, hanem bizonyos szempontból más típusú lesz a játékunk, bizonyos szempontból megmaradnak dolgaink, de egy az egyben szerintem a Csengét nem lehet és nem is kell pótolni, hanem másból kell esetleg majd jobbnak lennünk, ami eddig nem volt jellemző ránk. Mire lehet képes ebben a szezonban a Vác? Sikerül megismételni a tavalyi szereplést? Hát, hogyha pontszámot meg helyezést nézek, akkor egy extra dolog lenne szerintem, hogyha ez sikerülne ismét az ötödik helyet elérnünk a bajnokságban. Természetesen ez a álmunk, hogy a négy nagyobb csapat mögött mi végezzünk első helyen, de azt azért elmondom, hogy itt ez egy sokkal kiegyenlítettebb bajnokság lesz szerintem, mint a tavalyi. Az ötödik és a tizennegyedik helyezett csapatok között szerintem nincsen nagy különbség, de én bízom, amit már említettünk, a fiatalságunkban és ezáltal a folyamatos fejlődési lehetőségben, és az egyértelmű cél, hogy a mezőnynek az első felébe végezzünk. Ugye a hétvégén az Albafehérvár jön, mit kell róluk tudni, milyen csapat lesz? Mi megyünk hozzájuk, és nagyon nehéz, mint mindenkinél egyébként az egész bajnokságban, az elsőtől az utolsóig elég nagy változások történtek minden keretben, a Fehérvár sem kivétel ez alól. Légiósokat igazoltak, illetve vannak új játékosok, és ami legfontosabb, hogy új edzővel készülnek föl. Tehát változott az ismereteink szerint a játékuk, de nagyon-nagyon kevés információt tudtunk róluk szerezni. Összesen egy mérkőzést játszottak a felkészüléssel a magyar csapat ellen, egyébként külföldi ellenfelekkel játszottak, leginkább idegenben, tehát Horvátországban voltak tornán, Németországban voltak tornán, és innen azért nagyon kevés információnk van. Kicsit fejest ugrunk az ismeretlenbe, de én bízom, hogy a mi stabil dolgainkat tudjuk hozni, és ebből remélem, hogy elég sok lesz, és egyértelmű cél, hogy győztese adjuk el a pályát, de ez nem lesz egyáltalán könnyű. Ugye nem olyan könnyű a sorsolás a nemzetközi kupában a Vácnak, mivel lenne elégedett így a szezon végén? Hát, ebben még nem nagyon mennék bele. Még gyűjtjük az információt az első ellenfélről, a holland csapatról.
nem tudom, hogy milyen erőt képviselnek. Nagyon szeretnék ellenük tovább jutni, és ugye a következő körbe még, tehát még van még egy selejtező kör, ha esetleg sikerül tovább jutnunk a hollandokon, a Venlo csapatán, és akkor pedig az a Thüringerről szembe, aki meghatározójának a kupasorozatnak az elmúlt években, ha csak említjük, hogy a Kucra Csenga odaigazolt hozzájuk. Én azt hiszem, hogy annak a párharcnak nem mi leszünk az esélyesei, bár még onnan is kevés információm van, arra még ráérünk majd, először a hollandokon menjünk túl októberben, meg hát az a mérkőzés is novemberben van, ha sikerül, hogy az még arrébb van, de előreláthatólag ott azért Thüringer lesz az egyértelmű favorit abba a párharcba. Ha azon túlmennénk és csoportkörbe jutnánk, akkor azt hiszem, hogy az egy nagyon extra meglepetés, pozitív meglepetés lenne a részünkről. És akkor még végére, mivel lenne elégedett a szezon végén, mi lenne az a bajnoki helyezés, vagy mi lenne az a fejlődés, amivel azt mondanám, hogy igen, ez egy jó szezon volt? Nehéz ezt így megfogalmazni. Ha a mezőny első felébe végzünk, tehát az első hét helyen, akkor szerintem az már egy nem rossz eredmény. Ez, hogyha minél lépésenként, hogyha megyünk följebb, akkor ebből, hogyha még egyszer mondom, ha megismételnénk a tavalyit, az egy komoly bravúr lenne szerintem. Én azt szeretném, hogyha kicsit csapatot lebontanánk egyénre, hogyha azt szeretném elérni az év végére, hogyha itt pár játékos fölhívná magára a figyelmet, akár nemzetközileg, akár adj Isten, hogy a válogatott kapuját döngetnék, akkor azt szerintem az egy komoly dolog lenne a részünkről. Akár Juhász Gréta is? Juhász Géta mindenképp, ő már annyira dörömből, ugye, hogy többször is volt válogatott, és ugye az olimpiai felkészüléssel segítette a csapatot, az utolsó rostán esett ki, úgyhogy ő nála mindenképp elvárás, hogy a válogatottban is nagyobb szerepet kapjon, de az nekünk itt a klubnál kell úgy dolgozni, hogy neki ez sikerüljön. Februárban azt nyilatkoztad az N4 Sportnak, hogy számodra ez egy nagyon jó kiugró lehetőség lehet a Vác. Most így, hogy már itt vagy, és a csapattal készülsz, hogyan érzed? Ugyanígy igazából. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon jó a társaság, és örülök, hogy ez a döntésem megszületett februárban, amikor lenyilatkoztam, szóval, hogy tényleg nagyon jól érzem magam, és remélem ez majd a szezon végén is ezt mondom majd. És mik a céljaid az idei szezonra, nem csak ugye csapat szinten, hanem válogatott szinten is? Elsősorban itt klub szinten szeretném úgy beágyazódni, vagy hogy mondjam, meghatározó szerepet betölteni, majd utána foglalkozni a válogatotta, de elsősorban a klub. Mivel lennél elégedett így csapat szinten egyébként? Hát az eddigi években is ugye a Vác azért ott volt a középmezőny elején, szóval, hogy ugyanazt a pozíciót megtartva ott legyünk. Ugye Kisvárdáról jöttél, mennyivel mással most itt Vácon készülni, mint mondjuk az előző csapatodnál? Épp mondtam a lányoknak, hogy nekem még ilyen erős alapozásom nem volt most úgy valamiért, azt érzem, hogy ez elég hajtósra sikeredett, de nagyon jól érzem magam, attól függetlenül megbírom. Ugye a hétvégén az Albafehérvár ellen fogtok pályára lépni, hogyan készültök a mérkőzésre? Nehéz volt így készülni, mert ugye így azért elég új keretük van, szóval, hogy így sok információnk nincs róluk, de elsősorban ugye azért magunkkal foglalkozunk, hogy összerakjuk, mert mégis ugye azért elég sok új játékos jött ide a klubhoz. Megpróbálunk a legjobban felkészülni, és ugye egy-két pontot elhozni az Albától. Amikor mondjuk úgy döntöttél, hogy klubot váltasz, kikérted egyébként a szövetségi kapitány véleményét is? Persze, beszéltünk róla. Igazából ő örült annak, hogy előrelépek, és nyilván segített ebben, hogy mit döntsek. Ugye a nemzetközi kupában is meg tudod mérettetni magad. Van egyébként bármilyen célod ezzel kapcsolatban? Vagy hogy érzed egyébként, a Vác meddig jutott el nemzetközi szinten? Hát elég nehézkes a sorsolás, szóval szerencsére azért eléggé kelleni fogunk nekünk a szerencse. Nem tudom, igazából nagyon izgatottan várom, mert ez azért újdonság lesz, szóval várom. Tegyük fel egy jövő ilyenkor, ugyanígy beszélgetünk, akkor mivel lennél elégedett? Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Igazából tényleg most így elsősorban csak arra tudok fókuszálni, hogy beilleszkedjek és meghatározó szerepet töltsek be itt. Milyen vezetőedzőnek tartott Herbert Gábort? Nagyon pozitív benyomásom van róla, szóval nagyon jó edzőnek tartom, mind szakmailag, mind emberileg nagyon jó. Itt a pályán azért megvan a szigor, ami szerintem egy rendkívül jó dolog. Pályán kívül meg azért ugye, tehát hogy az emberi oldal is nagyon jó.